Miért van az, hogy az áldozatok újra és újra olyan személyeket tartanak vonzónak, akik újból bántóan visekednek velük szemben? Azért, mert már volt valaki, aki hasonlóan elutasítóan, bántóan visekedett az áldozattal szemben, például egy előző kapcsolatban, vagy gyerekkorban egy fontos családtag ez pedig egy megoldatlanságot teremtett az áldozatban. Bármit tett, nem tudott megfelelni ennek a szemének, aki fontos volt számára. Az áldozat abban reménykedik, hogy most ezt az új szemét majd meg tudja győzni arról, hogy ő szerethető. De hát nem mást kell erről meggyőznie, az áldozat kell, hogy saját magát győzze meg erről, mivel akkor ma nem fog olyanok után vágyakozni, akik elutasítóak, bántóak vele szemben. Hiszen tudja, hogy ő jobbat érdemel, és olyan személyeket fog csak közel engedni magához, akik megfelelő tisztelettel viselkednek vele szemben. Tehát, aki elfogadja saját magát. Már nem fogja elfogadni egy bántalmazó, elfogadhatatlan visekedését, és ösztönösen távolságot fog teremteni vele szemben. Azok, akik nem a fent leírtak miatt kerülnek ilyen kapcsolatba, általában néhány hónapon belül felismerik, hogy valami nagyon nincs rendben, és kilépnek egy ilyen kapcsolatból. Tehát igen, bárkit meg lehet téveszteni. De aki a felismerés után benne marad egy bántalmazó kapcsolatban, az esetleg a fentebb leírtak miatt maradhatott benne. Értem, hogy sok áldozat nem szeretne felismerni, hogy azért válthatott áldozata, mert már volt egy sebe, és a ragadozó érezte ezt. De a tettes nem egy misztikus lény, nem rendelkezik varázsképességekkel, képességekkel, hanem csak egy ragadozó. Aki vérzik és úszni megy, azt nem elsőként a delfinek, hanem esetleg inkább a cápák fogják megtalálni. A felismerés követeli a cselekvést. Tehát aki megengedi saját magának, hogy felismerje, igenis, van olyan lelki sebe, amit esetleg kihasználhatnak vele szemben, annak cselekednie kell, azaz foglalkoznia kell ezzel a saját sebével. Ezzel még mindig tettes marad a bántalmazó, és az áldozat még mindig áldozat. De az áldozat tehet azért, hogy ne legyen újra áldozat. Ennek előfeltétele ugyanakkor, az, hogy felismerje, miért válthatott és miért maradt áldozat. Traumákkal való foglalkozás mindenki részére nagyon-nagyon nehéz. Értem, hogy sok áldozat részére nehéz a gondolat, hogy nekik is tenni valójuk lenne annak érdekében, hogy ne lehessen újra bántani őket. Ha bejön a farkas a kertembe, Kerítést építek, azaz megfogalmazom a saját személyes határjaimat. Tudatosítanom kell, hogy sajnos nem tudok minden farkast kipusztítani, ezért újra fogok farkasokkal találkozni életemben. Azért kell a kerítést építenem.